Tisztelt Makrai Katalin asszony, kedves Katica, miniszter úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák és kedves gyerekek! Lehet-e örömtelibb és megtisztelőbb kedves feladata a köznevelést irányító államtitkárnak, mint hogy a nemzetgazdasági miniszter Varga Mihály úr és Budapest egyik legszebb kerületének polgármestere, Láng Zsolt úr társaságában részese lehet elmúlt évszázadunk legkiemelkedőbb kultúr és oktatás politikusa otthona felújításának elindulásánál. Nyilván nem. Ezért talán nem is szükséges hangsúlyoznom, hogy milyen nagy öröm és valóban megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek részese ennek a kultúrpolitikai, oktatáspolitikai jelentőségű pillanatnak. A mi kormányunk és a mi oktatáspolitikánk 2010 tavasza óta tudatosan vallja, hogy folytatni és ápolni kívánja azokat az értékeket és azt az örökséget, amelyeket a nagy kultuszminiszter hagyott ránk. Engedjék meg, hogy néhány párhuzam felvillantásával bemutassam, hogy hogyan lehet a múltat korszerű jövő érdekében az egész nemzet szolgálatába állítani az oktatás vagy kultúrpolitikán keresztül. Mint tudjuk, a Klebersbergi 9 év alatt, amíg ő irányította a kultusszálcát, 5000 népiskolai tanterem épült a hozzátartozó tanítói lakásokkal együtt. A népiskolai programjának köszönhetően a legeldugottabb tanyák, kisiskolásai is úgy juthattak el az iskolába, hogy nem kellett 2,5 kilométernél többet gyalogolniuk. Abban az időben ez óriási nagy szó volt. A mi elődeink iskolákat romboltak, becsuktak, a mi kormányunk pedig kisiskolákat épít mindenütt, ahol erre igény van, mindenütt, ahol van még elegendő gyerek. Sajnos kevesebbet, mint kellene, ehhez az kell, hogy sokkal több gyerek szülessen a magyar falvakban és a magyar tanyákon. Klebersberg Kunó bevezette a kötelező tanárképzést a 24-es törvény cikkelyével. Mi megújítjuk a tanárképzést, mert kicsit megporosodott, és tisztában vagyunk azzal, hogy a köznevelés megújításához az kell, hogy olyan tanárok kerüljenek a pályára, akik elkötelezettek, hűek, magasan képzettek, és teljes energiájukkal és lelkükkel a gyerekeket és a magyar jövő fejlődését szolgálják. Klebersberg megalapította a testnevelési főiskolát, mert tudta, hogy sport nélkül nincsen épp testben épp lélek. A mi kormányunk bevezette a mindennapos testnevelést az iskolákban, amelynek pozitív eredményei már is mutatkoznak, és mind a tanárok, mind a szülők, mind a gyerekek egyértelműen pozitívan fogadják. Mi több ezzel feladatot is adott magának a kormány, mert hiszen a mindennapos testneveléshez még sok tornatermet meg uszodát kell építenie, ezt a programot is elkezdte, ezért tehát néhány év múlva minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy a legideálisabb feltételek mellett sportolhassanak a gyerekeink. A Klebersberg idejében óriási fejlődésnek indultak a természettudományok. Ez volt az az időszak, amikor a klebersbergi iskolákból azok a fiatalok léptek ki, akik később Nobel-díjat szereztek, és ezáltal emelték a magyar nép dicsőségét az egész világban. Egyensúly teremtett az állami és az egyházi iskolák között, azonos mércével mérte őket, mindkettőt támogatva. Mi is ezt tesszük azóta, hogy a kormányunk belépett a ringbe, azóta az egyházi iskolák száma örvendetesen gyarapodott, azonos elbírálásban részesülnek minden tekintetben az állami iskolákkal. És hát végül és nem utolsó sorban Klebersberg Kunó tisztában volt azzal, hogy egy romokba dőlt országot újjáépíteni elsősorban a kultúra és az oktatás eszközével lehet, és azzal is tisztában volt, hogy mindig van fölfelé, nincs olyan mélypont, ahonnan ne lehetne egy országot kiemelni. Az ő szavaival szólva a megpróbáltatások, sőt a katasztrófák minálunk tüneményes fejlődésnek, csodás fellendülésnek kiinduló pontjai voltak. 2010-ben mi is úgy fogtunk hozzá az oktatás irányításához, kitágítva
az ország vezetéséhez, hogy nagyon sok helyen bizony romokat tapasztaltunk, lepusztultságot, kiégettséget, elsivárosodást és az anyagi eszközöknek a hiányát. És hozzáfogtunk ahhoz, hogy újjáépítsük mindezt, hogy megújítsuk, azért, hogy Magyarország ismét szárnyaló, virágzó ország lehessen a nagy nemzetközi poronddal, amelyben meg kell állnia a versenyt. És ennek jegyében tekintsünk erre a felújítandó épületre is, amely őrzi a nagy kultuszminiszter emlékét, őrzi benne szinte csodálatos módon azt a könyvtárat, amelyből ugye a 4000 kötet szétmálott az idők fergetegében, de a könyvtár berendezése megmaradt. Itt láthatják a fotót, rajta a mestert, ahogy a könyvei között sugározza azt a méltóságot, tekintélyt, amit csak a kultúra, a tudás adhat meg az embernek. Nekünk ez a feladatunk, hogy ezt továbbítsuk, ezt vigyük tovább, ezt az örökséget a 21. századi körülményeknek megfelelően. Ezért ilyen módon keressük majd és találjuk meg ennek a felújítandó kúriának a feladatát, a funkcióját is, amelyben a kultúra, a pedagógia, az oktatás, a muzeális bemutatás mind helyet kell, hogy kapjon. Ez ki fog alakulni a következő hónapokban. Én azt szeretném, és az oktatás irányítása azt szeretné, hogyha ez egy olyan otthon lenne, amely a Klebersberg Kultúrközponthoz kapcsolódóan a hagyományos kulturális feladatok mellett a gyerekeket is meg tudná szólítani. Azokat a fiatalokat, akik között ott szunnyadnak, ott rejtőzködnek, talán éppen közöttetek gyerekek, akik most itt vagytok, a jövendőnek azok a tudós emberei, akik majd ismét szárnyra kapjátok ezt az országot, és segítetek a tovább építésében, amelyet mi elkezdtünk, hisszük, hogy folytatni tudjuk, és minden olyan esemény, amely erre ad lehetőséget, az örömteli számunkra, ezért hát örvegyünk is neki, itt egy olyan pillanatnak és helynek vagyunk most tanúi, ahonnan elindulhat ismét az a szellemiség, az a tudás, az a tevékenység, amely mind Magyarország gyarapodásához és felvirágozásához vezet. Ehhez kívánok gyerekeknek, kollégáknak, felnőtteknek, mindenkinek jó munkát, és utolsó helyen, bár lehet, hogy ezzel illet volna kezdenem, csak köszönetet tudok mondani a kormányunknak, a második kerületnek, és mindazoknak, akik részt vállaltak és részt vállalnak a felújításban, hogy ismét bebizonyították, hogy van bátorságuk, és volt rá lehetőségük, hogy előteremtsék azt az összeget, amelyet egy ilyen komoly felújítás igényel, hiszen látják, hogy igen nagy szükség van a pénzre és a dolgos kézre. Szívből kívánom, hogy mindannyian itt egy jó év múlva megint találkozhassunk és birtokba vehessük az akkor már majd megfelelő funkcióval is ellátott épületet, és együtt örülhessünk annak, hogy ismét gazdagodott, gyarapodott Magyarország, hűen a nagy alapító szelleméhez, akinek így módon beköltözünk majd, nem csak a szellemi örökségébe, hanem a materiális örökségébe is. Kívánok Önöknek nagyon szép ünneplést! Tisztelt államtitkár asszony, tisztelt polgármester úr, Katalin asszony, hölgyeim és uraim, én is nagy örömmel köszöntök mindenkit ezen a valóban verőfényes napon. A mai alapkő letétellel megkezdődik a Klebersberg kastély tavaly novemberben bejelentett újjáépítése. És azt gondolom, ez a legfontosabb. Nagy örömmel fogadtam én is erre a mai napra szóló meghívást, nem csak úgy, mint a térség a választókerület képviselőjelöltje, hanem úgy is, mint a hagyomány teremtő kultuszminiszterünk szellemi örökségének és hagyatékának tisztelője. Azt hiszem, hogy az általa képviselt és vallott értékek azok a mai napig érvényesek és követendők. A kormány ezért is, ahogyan eddig is, és ezt követően is, kiáll nemzettudatunk erősítése, a múlt értékeinek megőrzése és jövőnk hagyományainkat tisztelő tudatos építése mellett. Ahogy Klebersberg Kuno mondta egykor, hadd idézzem őt, nekünk magyaroknak valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, amelynek csak egy ellenszere van, a tett. És akkor legyünk méltók a névadó, a
kastélyt is névadó miniszteri elődöm szavaihoz. Ez a kormány az elmúlt években már bizonyította, és ennek a kastélynak a megújításával is bizonyítani kívánja, hogy tettekkel képviseli a magyarság érdekeit. Az elmúlt években sok lépés, sok intézkedést tettünk ebbe az irányba, és indítottunk el olyan programokat, amelyek ezt az irányt tartották fontosnak. Eredményeinket úgy értük el, és úgy érhettük el, hogy mindvégig figyelemmel voltunk Magyarország, a magyarság érdekeire, múltunkra és nemzeti hagyományunkra. Hosszan beszélhetnék most arról, hogy gazdasági miniszterként a gazdaság területén mely lépéseket tettük, de azt gondolom, végig az volt a legfontosabb, hogy megfeleljünk azoknak az igényeknek és azoknak az elvárásoknak, amelyeket 2010-ben a magyar emberek, a magyar választók támasztottak velünk szemben. A mai napon is ezt tesszük, amikor az egykori kultuszminiszter méltatlanul sorsára hagyott kúriájának megmentésére, felújítására vállalkozunk. A felújítást követően az épület egykori tulajdonosához méltó, szellemiségét őrző és remélhetőleg kiteljesítő oktatási, kulturális munkának ad majd otthont. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sokan ismerjük Gróf Klebersberg Kuno életművét, tudjuk, hogy a nevéhez fűződik a 8 osztályos népiskola bevezetése, és az a nagyszabású építési program, melyet az írástudatlanság felszámolása érdekében indított el a két világháború között. Ennek eredményeként 3 év alatt több ezer tanyasi tanterem épült Magyarországon, ahogy ezt államtitkár asszony is említette. Ilyen rövid idő alatt, ilyen mértékű, ehhez fogható oktatás és egyben nemzetpolitikai bravúrt egyetlen más kultuszminiszter sem tudhat magáénak. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy a hazai tudás utánpótlás biztosítására Klebersberg Kuno hozta létre a külföldi ösztöndíjak és a Collegium Hungaricumok rendszerét. Számon tartotta a fiatal tehetségeinket, neki köszönhető, hogy hazahívta a külföldön tevékenykedő magyar kutatóinkat, így például Szent Györgyi Albertet és Cambridge-ből. Mindez azt bizonyítja, hogy vannak olyan korokon átívelő kötelezettségeink, amelyeknek a magyarság, a magyar emberek érdekében mindenkor meg kell felelnünk. Ennek fényében kell értékelnünk mindazokat a lépéseket is, amelyeket hagyományaink megőrzése, nemzeti egységünk megteremtése, oktatásügyünk és gazdasági fejlődésünk érdekében tettünk, és remélem, hogy tehetünk majd a jövőben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, államtitkár asszony, polgármester úr! Hidegkút egykori gazdasági központját, ahol most állunk, a Pest-Hidegkút ófalui templom szomszédságában álló telket a földbirtokos udvarházzal 1923-ban vásárolta meg Klebersberg Kuno. Jellemző Klebersberg gondolkodására, hogy a régi épületegyüttest nem lebontatta, hanem saját elképzelései szerint átépítette. Ahol lehetett, helyi, hidegkúti mesterembereket foglalkoztatott, de a kor legkiválóbb iparművészeit, szobrászait is segítségül hívta. Az épület kálváriája, ahogy itt már elhangzott, 1949-ben az államosítással kezdődött, volt üdülő, iskola, kórház, hogy aztán lassan az enyészet vegye át Klebersberg örökségén a hatalmat. A kastélyra az újabb csapást a rendszerváltozás mérte, a meggondolatlanul privatizált ingatlan állaga nagymértékben leromlott, 2008-ban ugyan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő visszavásárolta az épületet, a helyzetén azonban ez mit sem tudott változtatni, továbbra is romosan és üresen állt az épület. Úgy tűnik tehát, hogy közös összefogással, együttműködéssel és a magyar kormány tevőleges segítségével kellett ahhoz hozzájárulnunk, hogy végre történjen valami. Amikor polgármester úrral egyeztettünk, hogy a térségben, a kerületben milyen olyan fejlesztési elképzelések vannak, amelyhez állami erőforrások szükségesek, vagy amelyek az állami tulajdon miatt az állam hatáskörében indíthatók el, akkor 2 ilyen beruházást, fejlesztést említett meg, ami már évek óta indításért kiáltott. Egyik a Margit körúti volt gazdasági minisztériumi épületnek és a területnek a rendezése a millenáris mellett, a másik pedig ez az épület volt. Örülök annak, hogy az elmúlt hónapokban mind a két területen eredményt tudtunk elérni, és el tudjuk indítani ezeknek az épületeknek részben felújítását, más tekintetben lebontását, a millenáris melletti résznek pedig a megújítását. Ezért is döntöttünk úgy, az örökséghez híven,
hogy 700 millió forintos állami támogatással felújítjuk ezt az épületet is. Felújítjuk, mert hiszünk abban, a jövőt építeni nem lehet a múlt teljes eltörlésével, hanem csak értékeinket átmentve. A villa a már működő Klebersberg Kultúrkúria épületegyüttesének szerves részévé tud válni majd megújítása után. Ezt a célt az épület névadójánál szemben alighanem senki nem fogalmazta meg, amikor így nyilatkozott. Annak a biztos reményemnek adok kifejezést, hogy ma, midőn a legnehezebb időn túlestünk, meg lesz az államban és a társadalomban a szükséges erő és áldozatkészség arra, hogy az elődeinktől átvett kulturális kincseket a jövő nemzedékének átadhassuk. Klebersberg Kuno gondolatait idéztem, és vajon mi más lehetne alkalmasabb arra, hogy ezen az ünnepi napon Klebersberg szellemiségét őrző, otthonának falai közé tervezett kulturális és oktatási célú intézmény megújítását megkezdjük. Köszönöm a figyelmet!